Kerékpárt napjainkban nagyon sok helyen lehet vásárolni. A kínálat óriási, különösen a húsvéti ünnepkörhöz közeledve. Az egészen olcsónak számító, pár tízezer forintostól a több százezresig kicsik és nagyok egyaránt találnak maguknak kétkerekűt. A kereskedelemben manapság nem csak a hagyományos bringákat lehet megvásárolni, hanem elektromos rásegítéssel rendelkezőket is. Ezek a kerékpárok nyilván a drágább kategóriába tartoznak, és akár hétjegyű is lehet rajtuk az árcédula. Ezeknek az ára még egy picit visszatartó, egy normál használatú vagy minőségű kerékpár nagyjából azért ilyen 3-400 ezer forint körül van. Ezt valaki megengedheti, valaki nem engedheti meg magának. Mi vártuk, hogy egy kicsit lejjebb menjen az ár, de sajnos nem stagnál az az ár. Ez nagyjából ilyen 3-400 ezer forint induló árnál meg fog állni, vagy innen fog indulni. Lemez miatt kell lámpa? Valószínű igen. Ebben az üzletben szerviz is működik. A tavasz során többen is hozzák a kerékpárjukat kisebb-nagyobb hibákkal, vagy az első útjuk tudatosan a szakemberhez vezet. Sajnos az utóbbi esetre kevesebb a példa, pedig a műszaki állapot miatt sok jármű alkalmatlan a közlekedésre. A statisztikák szerint a kerékpárosok tipikusan lakott területen belül szenvednek balesetet, amelynek következménye gyakran súlyos sérülés, maradandó károsodás. A hiányos felszerelés is növeli a kockázatot és a büntetés valószínűségét. Fékek, csengő, kerék, prizmák és lámpa nélkül tilos elindulni. Előre kell egy fehér vagy kadmiumsága fényt adó világító berendezés, aminek visszaélőben éjszaka 150 méter távolságú lámpának kell lenni. Hátul egy piros fényt adó lámpával kell felszerelni, szintén legalább 150 méterből kell látni ezt a lámpát. Egyébként ezek a fény világító berendezések, ezek elérhetők a kerékpárt hajtó személyen is, tehát nem kötelező a kerékpáron lenni. A kellemes, napról napra melegebb tavasz időjárásnak köszönhetően egyre többen döntenek úgy, hogy előveszik a télen nélkülözött kétkerekűt. Ajánlatos a kerékpárra lopás és egyéb kár esetére is biztosítást kötni, de a kétkerekűekre is egyre több biztosító dolgoz ki felelősségbiztosítási csomagot.